bevallom őszintén, egy picit izgatott vagyok, hogy végre visszakerültem Ózdra. 6 éves koromban mentem el innen, akkor költöztünk a családdal Salgótarjánba, úgyhogy igazából ez azóta az egyik olyan alkalom, amikor nem hátutazóban vagyok, hanem itt tartózkodom egy kicsit hosszabb ideje. Úgyhogy azért mondom, hogy kicsit most össze kell szedni a gondolataimat. Főleg, hogy ugye szembe itt a kohászat épülete volt, itt dolgozott nagyon sokáig édesapám. Úgyhogy hát azért mondom, nem könnyű ezt feldolgozni, de hát mondjuk azt, hogy talán lehet, hogy ez az egész témának a gondolatvilága innen ered Ózdról. Ugyanis még ugye nagyon pici voltam, de már a Arany János Rege a csodaszarvasról, az volt a kedvenc olvasmányom. És hát később is ugye a magyar mondavilágot olvasgattuk otthon, és amikor ugye szembesültem azzal, hogy mit tanítanak az iskolába, soha nem tudtam elfogadni. Így kezdődött az egész kutatás talán, és hát, hogy mondjam, tehát nagyon-nagyon nehéz azt szerintem mindenkinek, szerintem aki ezzel a témával szembesült, ugye, hogy mást mondanak a mi hagyományaink, mást mondanak a krónikáink, és akkor én is bekerültem történelem szakról, pedig be akarták bizonyítani, hogy semmi közünk a hunokhoz, nekünk minek kell Attilával foglalkozni, és ahogy érveltek ezek ellen a mi történelmünk ellen, mindig is azt mondtam, de hát ennek nem lehet, ez nem lehet így. De hát ugye ki voltam én, egy egyszerű hallgató, hát mondom, hogy fogom én ezt valaha is bebizonyítani, és nagy szerencsémre eljutottam Mongóliába. Mongóliában ugye mindenki, aki ment ki a többi hallgató közül, vagy nyelvészetre, vagy néprajzra, vagy nem tudom én, buddhizmust akartak tanulni, én meg beballagtam a történelem tanszékre, és hát mondtam, hogy én szeretnék itt tanulni a tanároktól, és a tanszékvezető ő valahogy így a szárnyai alá vett, hogy végre egy külföldi hozzájuk is beesett, és hát nagyon sokat tényleg tanultam tőlük, és utána kiderült, hogy szembe meg a régészeti tanszék van, és valahogy felháborított engem az, hogy megláttak, tudták, hogy magyar vagyok, mindig a hunokról kérdeztek, és már kellett keresgetnem, hogy most mit fogok megint mondani, ugye, hogyha kérdezgetnek. Gondoljunk bele, hogy én azért ugye még akár gyerekkori olvasmányaimból is jól ismertem ugye a mondai hagyományt, a krónikákat, de milyen szégyen lett volna nekem, hogyha nem tudok ezekre reagálni. Úgyhogy így indult a hunokkal való foglalkozásom. Rengeteg adatot összegyűjtöttem Ázsiából, ugye az ázsiai hunokkal kapcsolatban. Utána sikerült átmennem Kínába, Észak-Kínába. Hát ott is rengeteg anyag van a hunokról. Aztán ezeket fel is dolgoztam, az európai hunokkal pedig akkor kezdtem el foglalkozni, mikor megszületett kisfiam, és hát nem tudtam utazni, hát akkor foglalkozzunk akkor a közeli dolgokkal, így gondoltam, úgyhogy azóta próbáltam helyre tenni a mi múltunkat. Hát nem volt könnyű, megmondom őszintén, ha nem lettek volna magyar krónikák, soha nem derül neki Attiláról az igazság, de szerencsére ezek megőrződtek számunkra, akármennyire mellőzik őket. Ez egy nagyon fontos fogóckodó, és én ezeket vettem elő, és én nem voltam elfogult, tehát ez a legfontosabb szempont egy történész számára, akármilyen témához nyúl, nem szabad kitalálni egy előzetes elméletet, hogy csak így kell lenni. Tehát én úgy álltam hozzá a témához, hogy itt van a hun történet. Tehát keressük meg az elemeket, amiket állít, ezek megvannak-e máshol, nincsenek.
sajnos senki nem végzett korábban ilyen kutatást. Mindenki úgy állította be, hogy ez nem igaz, nem is próbált nagyon sok ténynek utána járni, vagy a személyneveknek, hanem az íróasztal mellől ugye próbált ilyen jó hangzó, de hamis elméleteket gyártani. Én meg elkezdtem olvasni a görög és latin műveket, amelyek ugye a 4.-5. századból valók, illetve ugye a távol-keleti vagy belső ázsiai ismereteimet használtam fel, és így próbáltam az egész hun történelmet újraírni. De egyébként még el nem felejtem, milyen érdekes ez a mai nap, hogy mára szerveztük az előadást. Budapesten el volt lobogózó az egész város, ma ünneplik Budapest születésnapját, ugye ma egyesült Pest, Buda és Óbuda. Igen, ám csak senki szerintem fogalma sincs senkinek, hogy mit is ünneplünk ma. Hát a Tárnokvölgyi csatát, amikor is a hunok, a Kárpát-medencébe bejövő hunok legyőzték a rómaiakat. És ezt még tudták a 19. századi történészek, többek között Salamon Ferenc akadémikus, valószínűleg ő javasolta ezt a dátumot, úgyhogy ma egy nagyon különleges alkalom van, hogy pont ezen a jeles napon, pont a hunokról és pont a Tárnokvölgyi csatáról fogunk beszélni. És miért, mi adja még az aktualitását ennek a hun kérdésnek? Az, hogy nemrég látott napvilágot egy doktori disszertáció, nem tudom, hogy mennyire értesültek róla, a Szegedi Tudományegyetemen Neparácki Endre védte meg a doktori disszertációját a karosi honfoglaláskori temetőnek a genetikai állományát dolgozták fel a tanszéken a legmodernebb módszerekkel. És kiderült az, hogy három nagyon fontos elemet találtak ebbe a sírba, tehát a sírkomplexumba. Egy, ázsiai hungéneket, ami egyértelműen ugye bizonyítja az, hogy közünk van az ázsiai hunokhoz. Kettő, azt mondja, hogy Kaukázuson túli, vagy kaukázusi a szkítákhoz közel álló géneket. Ezek lehetnek ugye akár a szkíták, akár a szavárd magyarok, akik a Kaukázuson túl éltek, és a 14. századig fennmaradtak, és akkor a harmadik pedig az alánok, akikről pedig tudjuk, hogy az utódaik az oszétok, ugye szintén a Kaukázusban egy meghatározó királyság volt, még az ókor folyamán, hát még a középkorban is, az orosz hódításig mindenképpen ugye nagy számban éltek, mind a Kaukázus előterében, mind pedig Kelet-Európában. Tehát ez a tanulmány, azt mondhatnánk, vagy disszertáció, ez pedig természettudományos módszerekkel igazolja azt, hogy egyrészt igazak a mi történeti hagyományaink, közünk van a hunokhoz, és a szkítákhoz, és a Kaukázushoz, és azok a fiktív úgynevezett őshazák, amiket ugye a 19. századi kutatók nyelvészeti hipotézisek alapján alkottak meg, ezekre nincsen bizonyíték. Tehát nyelvészeti bizonyíték sincs, pedig úgy állítják be, nem beszélve a többi tudomány ágról. Tehát ezt az elméletet tényleg ki kell törölni a köztudatból, ennek semmilyen alapja nincsen. Reméljük, hogy hamarosan erre is sor kerül. Amint itt kivetítettem Attila királyunknak a képét, ez a képes krónika ábrázolása. Igaz, hogy 14. században foglalták össze és adták ki ezt a krónikát, a Nagy Lajos király megbízására, de az arca valószínűleg valamelyik Árpádnak az arcvonását viselhette. Ez az egyetlen hiteles kép Attiláról. Az öltözete, amit látunk, az ugyanolyan, mint a belső ázsiai, mongóliai hun sírokból előkerült felső rész.
Úgyhogy azt hiszem érdemes megjegyezni ezt a képet. A bírálókkal szemben pedig csak annyit tudok mondani, hogy amikor itt volt az egyik híres amerikai csatorna, a Travel Channel-nek a forgatócsoportja, és meglátták a képes krónikát, meg hogy az ábrázolja Attilát és a hunok történetét, akkor azt mondták, hogy Úristen, nem is tudjuk, hogy mi milyen kincset őrzünk. Ez az egyetlen ábrázolás, ami fennmaradt a hunokról. Tehát ez lehetne a képes krónika számunkra egy, majdnem, hogy egy biblia, amit minden nap kéne nézegetnünk, hogy az őseinkre legyünk büszkék. A mongoloknak már van hasonlójuk, ők a mongol köztársasági elnök, ugye a mongolok korai történetét, aminek az a neve, hogy mongolok titkos története, az egy elnöki rendelettel elhatározta, hogy minden családnál legyen meg, és a legtiszteltebb helyre tegyék fel, és ott emlékezzenek meg Genghis Khanról és az ősökről, és ők voltak még olyan bátrak, a mongolok, hiába azt mondják, hogy kis nép, mert csak 3 millióan vannak, őket ez különösebben nem érdekli. Ők már nem a mongol állam 850. évfordulóját, vagy 860-at ünneplik, ami Genghis Khanhoz köti, hanem a mostani évtől 2225. évet ünneplik, tehát a Hun birodalomtól számítják az ő saját államukat. Tehát van mit tanulnunk ugye más népektől, nem csak a mongoloktól, minden nép történetében mindenkinek vannak ilyen jó gondolatai, amit szerintem nem szégyen átvenni. Idézném az egyik szkítának a mondandóját, amikor a görögök leszólták őt, hogy miért állítanak egy idegen hősnek szobrot, azt mondta, hogy mert tőle sokat tanultunk. Tehát egy külfölditől is lehet tanulni, ha olyan magas erkölcsiségben van. Próbálok itt, lehet, hogy kell ezt, lehet, hogy valamit elállítottam. Igen, lehet, hogy az lesz az egyszerűbb. Tehát honnan induljunk, nem sok időnk van, de azért néhány képet mindenképpen mutatnék. Ez a jel, ez a kínai krónikákban gyakran szerepel, Hunnu vagy Hungnu a régi kiejtése, Shunnu a modern kiejtése, ez a hunoknak a jelölése. Ez a jel, ez különleges a kínai nyelvben, csak is a hunokra értették a múltban. Ma már van egy másik olyan nép, akire ezt alkalmazzák, azok pedig mi vagyunk. Mi vagyunk a sünnyálik, a Hungary-nek az átírása, és ők azért írják le ezzel a jellel, mert Kínában mindenki tudja, hogy mi vagyunk a hunok utódai. De ezt úgy képzeljük el, hogy a tudományos kutató, a pártitkár, az egyszerű parasztember, mindenki tisztában van ezzel, főleg ugye Észak-Kínában, és azt is tudják, hogy mondom, Európában mi egyedül képviseljük ezt a hagyományt. Úgyhogy Kínába jó elmenni és jó magyarnak lenni, mert nagyon-nagyon tisztelnek bennünket. Mehetünk tovább. Csak azért egy térkép, lehet, hogy még nagyobb volt a Hun birodalom, de valahonnan innen az Ordoszból alakultak ki. Itt szerveződött meg a hunok birodalma, és ugye ilyen nagy kiterjedésre tett szert a Krisztus előtt első században. Idáig jutottak el, hát lehet, hogy egy picit mondom nyugatabbra, tehát ez a lényeg, hogy a szkíták és a hunok már az ókorban is egy hatalmas nagy birodalmat tudtak létrehozni. Menjünk tovább. Néhány képet mutatnék, hogy hatalmas sírokat ástak az uralkodóiknak. Ezeket azért próbálom bemutatni, mikor azt mondják, hogy barbárok meg nomádok voltak, és nem értettek semmihez. Ez a sír,
20 méter mélyre van, homokos talajba volt megcsinálva. 2001-ig nem volt olyan technológia, amivel fel tudták tárni. Gondoljunk bele, hatalmas. Ezt 10 évig ásták, nem csak ezt a sírt, hanem mellette voltak kisebb sírok, de az, hogy az egészet feltárják, 10 évre volt szükség. És ebből egyelőre 2 tártak fel a mongol régészek, idén kezdtek bele a harmadikba. Egyébként csak Mongóliában 4000 hun sír található körülbelül. Most gondoljunk bele, hogy milyen nagy szám ez, és próbáljunk meg megnézni, hogy Magyarországon hányat tartanak hun sírnak, jóformán 0-át, mert ugye van egy ilyen megrögösödött elmélet, hogy hát hogy a mongolok biztos mongoli, vagy a hunok biztos mongolidok voltak, valaki kitalálta ezt néhány vagy 200 évvel ezelőtt, és hiába a bizonyíték, hogy nem csak mongolidok voltak, sőt, főleg európidok voltak, ezeket egyébként szintén kimutatták az antropológusok, genetikusok, főleg ugye azok a hunok voltak európidok, akik nyugatról jöttek, az Altáj vidékéről, tehát a mai ujgur területről, és persze kevés számba volt a mongolidok. Nálunk ugye, amelyik európid sír, az persze az egyből gót, vagy germán, vagy gepida, tehát valami germán népnek kell lenni. Igaz, hogy semmi nem stimmel a mellékletek közül, egy sem germán, tiszta germán. Vagy pedig, hogyha már más nem tudnak kitalálni, akkor legyen szarmata. Az ugye a másik megoldás. Ezért nézzük meg, akármilyen sír találnak, van szarmata, van avar, hun, az végképp nincsen. És az, hogy a pont a gót meg germán sírokba találnak visszacsapó íjakat, ugye a hunok félelmetes fegyverét, ott találják ezt a koponyatorzítást, ugye, ami a hunokra és a közép-ázsiai szkítákra volt jellemző, de a legnevetségesebb az, amikor a gepidának kinevezett sírba mongolid emberek nyugszanak. De az is gepida, mert az nem lehet hun, mert nem tudom én, az időpont szerintük nem alkalmas. Tehát ezeket a régi elméleteket el kellene felejteni, nem lehet őket igazolni a 21. században, csak senki nem veszi a bátorságot, meg az időt és az energiát, hogy hosszasan kikutassa mindezeket, ugye, utána járjon, feltérképezze a sírokat, és akkor ezeket ki kellene mondani. Tehát a németek és az osztrákok egyébként már csináltak egy felmérést, egy hatalmas nagy adatbázist, összegyűjtötték, hogy Kelet-Európában ugye talált síroknak a leleteit, hát ilyen német precizitással elképzelhetjük. És akkor kérdeztem, aki készítette ezt a felmérést, hogy és akkor honnan tudják, hogy melyik a szkíta, a szarmata, a germán és a hun? Legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta, hogy fogalmuk sincs, annyira hasonló. Hát persze, hogy hasonló, mikor kiderült, ezt is egy osztrák szerző írta le, hogy a gótok átveszik a szkítáknak és a szarmatáknak a ruházatát, az anyagi és szellemi kultúráját, szkitizálódnak. Tehát nem az van, amit ma nálunk hirdetnek, hogy mi mindent a germánoktól meg a szlávoktól vettünk át, hanem pont fordítva, hogy ők vesznek át nagyon sok mindent tőlünk. Ugyanez van egyébként belső Ázsiában, mikor mindenki el van ájulva, hogy a kínai kultúra az milyen ősi, milyen fejlett volt. Hát igen, úgy lett fejlett, hogy a kínaiak meg mindent lekoppintottak a hunoktól. Hát, mint a mai világban is, tehát ne gondolkozzunk, azért olyan, hogy mondjam, nem fejlődött sokat azért annyira az emberiség, hogy a kínaiak megváltoztak volna. Tehát már az ókorban is az volt a módszerük, hogy szerettek lemásolni tárgyakat. Konfúciusz ugyanis azt tanította nekik, hogy ez nagyon hasznos. Csak hát ők ugye üzletire gondolták a hasznosat, és ezért ugye nagyon sok tárgy,
szintén. De gondoljunk el a versek például Észak-Kínában, az államszervezet, a művészeti ág, az orvoslás. Ez nagyon sokszor a hunoktól érkezett ugye, a kínaiak felé. Kína akkor egy elzárt terület volt, a hunok pedig láthattuk a selyemút nagy részét uralták. Ők ugye az egész eurázsiai térségnek a szellemi kincseit, azokat összegyűjtötték, mint a kusánok is, és ezeket ugye tudták alkalmazni. Hát gondoljunk bele, hogy mennyivel előrébb jártak, akár technikailag, akár a tudományba, mint egy olyan pici nép, akkor még a kínaiak kicsik voltak, akkor is már mondjuk túl voltak szaporodva, de még sokkal kisebbek voltak, mint ma. Úgyhogy mondom, ezekre nagyon oda kell figyelnünk, hogy ki kitől mit vett át, melyik korszakban, melyik nép élt előbb, és akik előbb éltek, ugye hát általában azok adják át az ismereteiket az újonnan érkezetteknek. Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések lennének, de mivel sajnos a tudomány nem a régészetnek és nem a történészeknek az adatait és az eredményeit veszi alapul, hanem még mindig a nyelvészekét, ezért ugye tiszta káoszt teremtenek a történet tudományba. Menjünk egy picit tovább, csak így néhány fontos dolog, tehát hogy mikor is jön létre a hun birodalom. Tehát ugye még nálunk azt mondják, hogy az európai hunoknak nem volt rendes államuk, nem volt rendes birodalmuk. Hát most gondoljunk bele, hogy hogyan tudtak volna akkor egy hadjáratra is elindulni, ha nincsen szervezettség. Tehát nem az, hogy nem volt államuk, hanem egy nagyon fejlett szervezetnek kellett lenni, hiszen el kellett indítani egy hadsereget, fel kellett szerelni, ellátmányozni, és a hátországot kellett biztosítani, hogy addig menjen a normális élet a hátországba. Vissza kellett jönni a csatától, ugye, vagy a területről több ezer kilométerre, és egyébként is békeidőben is működtetni kellett egy országot. Tehát ezek nem, tehát nincs olyan, hogy csak adhok valaki a hasára üt, és akkor működik minden. Tehát az nem igaz, hogy a hunoknak nem lett volna birodalmuk. Volt, értettek a mezőgazdasághoz, iparhoz, voltak városaik, csak nem olyan városaik, nem olyan iparjuk volt, mint ami a középkori Európában, hanem egy teljesen más modell, ami ebben a hatalmas nagy sztyepei térségben megszokott volt, tehát mondjuk egy könnyű szerkezetes házakban éltek, ugye nem voltak kőépületeik, egyébként még Verbőci korában, a 16. században is Magyarországon, és nagyon ritka a kőház. Tehát az egy nagy szám volt akkor, ha valakinek kőháza volt. Viszont miben nagyon jók a mi őseink? A fémművességben ugye gyönyörű kincseket találtak, amit az ő mesterségbeli tudásukra utal. Itt az államra visszatérve, tehát igenis egy szervezett államuk voltak, voltak állami jelképeik, többek között mi volt? A nap és a hold. Ez le van írva ugye a történeti krónikákban, ez előkerült ásatáson, ez például Mongóliába került elő, és állandóan ezeket emlegetik ugye a hőseposzokban. Tehát nem csak nálunk maradt meg a hun történet, hanem ilyen hasonló történeti énekek megmaradtak nagyon sok helyen Ázsiában. És ott mindig szerepel a nap és a hold, és ami még lényeges, hogy ezek mindig kapcsolatosak a sólyommal, ami a szent állata volt, a szent madara volt a hunoknak. Ugye nálunk is a hunok állata, címer állata koronás turul volt. Ez ugyanez a turul szerepel Ázsiában, az ázsiai hunoknál, a közép-ázsiai térségben szintúgy.
nagyon fontos jelkép, nagyon sok népnek a zászlaján mai napig is látjuk, illetve nézzük meg a magyar városi címereket, ott is rengeteg helyen találkozunk a nappal és a holddal. Ez azt jelenti, ez a mindenség ura, aki a napot és a holdat uralja, vagy a nappalt és az éjszakát, az ural mindenkit. És kik voltak ezek az uralkodók? Ugye Attila felmenői egészen Nimródig. Ugyanis ugye a Hun birodalom, ahogy mondtam, nem itt kezdődött a Kárpát-medencébe, nem a Kaukázusnál, hanem belső Ázsiában, hogy mikor nem tudjuk, nincsenek róla pontos adatok. Annyit tudunk, hogy a Krisztus előtt 3. évezredben, kb. 5000 évvel ezelőtt volt egy birodalom, a Szia dinasztia, így írják le a kínaiak, amit állítólag már a hunok hoztak létre, és a hunok ugye onnan az Ordoszból átköltöztek, és ugye ott folytatódott, hát attól függ, hogy voltak az erőviszonyok, de valahol ott a Sárga folyó térségében működött, vagy a Hun birodalom. Úgyhogy amikor azt tanultuk, hogy az iskolában, hogy a Yangtze és a Sárga folyó volt a kínai műveltségnek, meg a kínai civilizáció alapja, akkor tudjuk belőle azt, hogy a Sárga folyó az a mi őseinknek volt az otthona. És egészen a 19. századig nem voltak ott nagy számban kínaiak, azok a betelepítés jóval később történt, csak a 19. század közepétől. Úgyhogy addig jóformán ott a hunok utódai éltek. Mehetünk tovább. Hát csak néhány képet menjünk. Hát csak, igen, hát csak az, hogy milyen, igen. Szépen. De itt van ez a ruha, amit említettem, ami volt Attilán, ez pedig Észak-Mongóliából került elő. Ilyen volt ugye a hunok öltözete. Nagyon jól megmaradt a köntös, a nadrág, ugye csizma, és itt van varkocs, a szolgák levágták ugye a hajukat, úgy gyászolták az elhunyt uralkodót. Jó tudnunk, hogy a csizmát, a nadrágot, azt a szkíták, vagy a hunok honosították meg, tehát az ő találmányuk volt. Korábban Európában, a görög-római kultúrában ismeretlenek voltak ezek, sőt, még az alsó neműt se ismerték. Igen, mehetünk tovább. Ez egy picit rosszul látszik, ez egy kínai írással egy pecsét lenne, hogy a hunok nem csak rovást tudtak, ahogy mondják ma már a kazak és a mongol kutatók, hogy a türk rovásírásnak a hun volt az előzménye, találtak is erre utaló régészeti leleteket, de ismerték a kínai írást is. Tehát nem, hogy írástudatlanok voltak, hanem nagyon műveltek voltak. Igen? Igen, félelmetes nyíl, így, igen. Egy kis arany, mint megszokhattuk, igen. Megmehetünk, vannak itt még. Na, itt a hármas koporsó, aztán majd jön a történelmi előadás, de ezeket a képeket nem hagyhatjuk ki. Ugye egy, kettő, itt van három maga a ácsolat, és itt a koporsó, ami nem tömör aranyból volt, hanem ilyen aranydíszek voltak. Tehát akár igaz is lehet ez a hármas koporsónak a története, nem csak a hunoknál van meg, állítólag Dzsingisz Kánt is ugyanígy temették el. Ez azért fontos ez az adat, hogy ez véletlenül sem a gótoktól ered, a gótok is a szarmatáktól vették át ezt a történetet, hogy ugye Alarikot hármas koporsóba temették. Tehát mindig, mikor ilyet látunk, mindenkinek azt javaslom, hogy gondoljuk el, hogy ki volt abban az időben az uralkodó, és melyik az alávetett nép. Tehát ha a hun az uralkodó, akkor tőlük veszik át ezeket a mondákat az alattvaló népek, és nem fordítva, mint ahogy ma tálalják a történelem könyvekbe. Gondoljunk bele, sokszor már csak a gótokkal foglalkoznak, mintha nem is lett volna hun birodalom. Most menjünk egy kicsit előre, van ott egy térkép, ez a szürke marha. Menjünk vissza, bocsánat, még egyszer. Csak egy kis szürke marha.
ami ugye nem tudják, hogy honnan származik, hát itt lehetne nyomozni. Hun sólyom. Ez egy nyakperec, ilyen is van Európában. Ez a sárkány, ezekről majd még beszélek, csak egy térképet keresek. Igen, hogy... Igen. Na tehát itt a selyemútnak a vázlata. Tehát körülbelül innen, ez a mai ujgur tartomány, ez Kína legnyugatibb része. Tehát innen indulhattak el a hunok nyugat felé, Európa felé. Hogy mikor indultak el? Körülbelül a Krisztus előtt első század közepén. Ugye két testvér összeveszett akkor, hogy ki legyen az uralkodó. Huhanye, aki a jogos örökös lett volna, ő örökölte az apai trónt, a testvér viszont jobb hadvezér volt, Csicsi, aki a magyar krónikákban lél. Állítólag ugye ő volt az, aki nyugatra vezette a hunokat, hát Attilának ő a felmenője, és valahonnan innen indultak el. És szépen ezen a nagy kereskedelmi úton szépen eljutottak Európába. Nem volt azért olyan zökkenőmentes az útjuk, több részről mentek, tehát van, amelyik elment Szibéria déli részén. Ugye itt azért fontos, akkor ott nem volt semmiféle birodalom, tehát ott szabadon közlekedhettek az ott élő, elsősorban szkíta népeket, ugye, hát vagy szövetségesnek nyerték meg, vagy legyőzték őket, és ott megteremtették a saját önálló birodalmukat. Tehát, hogyha valaki az Urálnál akar kutakodni, hogy ott vannak-e valami hasonló nyomok, hát persze, hogy vannak, csak hát azok nem finnugorok, hanem szkíták és hunok. És mi telepedtek meg a hunok az Urál környékén? Hát ásványkincs lelőhely volt, ugye, azért szükséges volt. Ugyanúgy, mint itt az Altáj-hegység, ami azt jelenti, hogy aranyos. Például aranyat tudtak találni, de egyébként itt az ujgur tartomány rendkívül gazdag ásványkincsekben. Ugye a másik hun csapat, az pedig Közép-Ázsiába ment, és akkor itt Közép-Ázsiában a kusánokhoz csatlakoztak, ez is egy szkíta nép volt, és ők sokáig ebben a közegben éltek, és majd a 4.-5. században erősödnek meg, belőlük lesznek a heftaliták, a fehér hunok. A heftalita azt jelenti, hogy 7 hun, vagy igen, 7 hun, tehát a 7 vezérhez ugye hasonló, és gondoljunk bele, egészen Indiáig elmennek a hunok. Mai napig van Rajasztán és Gujarat, ez 2 nagy tartomány Indiában, és ott a maharadzsák, akik mai napig is ugye a társadalom elismert tagjai, arra büszkék, hogy ők hun utódok, vagy ők a hunoktól származnak. Azért tegyük hozzá, hogy legyünk egy kicsit mi is büszkék magunkra, hogy ezek a közép-ázsiai, meg indiai hunok, ezek csak a hercegi ágból származtak. A királyi ág az valójában ugye jön Dél-Szibéria felé, és Attilával, ugye, tehát Attilával csúcsosítja ki az uralmát Európában. Tehát mi magyarok, mi a királyi hunoktól származunk, ellenben sok más néptől, például a türkök, akik ugye arra büszkék, hogy ők is ugye a hunok utódai, a török különböző közép-ázsiai nép is, ugye, akik ma különböző török nyelven beszélnek, de ők is csak valami hercegi ágból származnak. Tehát ezeket ugye kínai források mondják el, Indiában vagy Közép-Ázsiában ugye helyi források, illetve pénzérmék, azok is vannak. Tehát mondom, tehát nem véletlen, hogy a kínaiak azt mondják, hogy a hunok egyedüli utódai, azok a magyarok, ők lehet, hogy ezekről értesültek, hogy bizony a királyi ág az a Kárpát-medencébe jött, és ugye itt teremtette meg azt a birodalmat, ami valójában mai napig is működik, hiszen nem volt olyan, hogy mondjam, olyan
történés, olyan esemény a hunok történetében, ami ugye megszakította volna Attila utáni uralkodást, nem tudták a hunokat teljesen kisöpörni, nem volt olyan erő, aki elbírt volna velük. Na, tehát akkor menjünk még egy térképre előre, nem ez még tovább lesz, itt most lesz néhány városkép, ezekre majd visszatérünk. Csak szeretnék mutatni néhány érdekességet. Ezek majd még, mondom, szerepelni fognak. Álljunk meg itt. Tehát, ahogy mondtam, ugye Krisztus előtt 50 körül elindulnak nyugatra, és annyit tudunk, hogy a Krisztus után első és második század között megérkeznek a Kaukázusba. Ugye ez az a terület, ez a Meotiszi ingovány, ez itt fönt, de egyik része a hunoknak és magyaroknak, majd akik egyesülnek, azok innen jönnek fel. Ugye ez a történet, hogy Hunor és Magor, Nimród utóda, ugye csodaszarvas üldözésre indul, és ugye találnak egy átkelőt, ahogy eljutnak a Meotiszi ingoványokba. Na, itt jön össze a Nimród hagyomány és a hunok története, csak ugye ezeket rendbe kell nekünk tenni. Kik azok, akik itt élnek? Ugye szavárd magyarok, ők voltak Nimród népe. Tehát ez egy szkíta társaság, akik a Kaukázuson túl élnek, és ők vándorolnak északra. Itt jönnek Tbiliszitől északra. De már itt ezek a Nimród népe egyesül a hunokkal. Egyébként hát az, hogy megkerülik-e a Kaszpitót, melyik részről, ugye azt nem tudhatjuk, de ha északról, akkor még Derbentnél le tudnak jönni, délről pedig ugye szintén így idáig el tudnak jutni, ugye a mai Irán, Azerbajdzsán, Örményország területére. Minden esetre egy átjáró van a Kaukázuson, ugye, ahol közlekedhetnek, nem én találtam ki, Turi József már ezt megírta a 19. században, azóta se figyelt oda rá senki. És hova érkeznek, ha átmennek itt a hágón? Hát ide, Oszétiába, az alánok földjére. Mindent leír a krónikánk. Teljesen egyértelmű, és itt egyesülnek ugye az alánokkal. Tehát megvan az, amit a genetikusok is megtaláltak, ázsiai hun, szkíta, kaukázusi szkíta és alán. Az egyesülés itt történik meg, valahol az első és második század között. És ugye, mit mond a mi krónikánk, hogy elszaporodtak, ugye, és ezért el kell menni nyugatra. Ez volt az egyik ok. A másik ok mi volt? Mit ír a Tarihi Üngürüsz, aki még nem ismeri, de feltétlenül szerezze be és olvassa el egy nagyon kiváló magyar krónika. Azt írja, hogy Pannóniában éltek hunok, és ők behívták ezeket a hunokat, akik itt élnek a Kaukázusba, hogy szabadítsák fel őket a római elnyomás alól. Mert hiába is van ez a propaganda, hogy milyen fejlettek, milyen jók voltak a rómaiak, azért nagyon sok nép azt mind elnyomásnak élte meg, nem pedig felszabadítónak, mint ahogy ugye mi is ismerjük ezeket a kifejezéseket. Úgyhogy elképzelhető, hogy ők adtak egy lökést, hogy jöjjenek be a hunok. Na, ha valaki még megkérdőjelezné, hogy vajon éltek-e Pannóniába hunok a IV. Században, akkor a régészet erre választ tud adni, hiszen már a IV. Század közepén találnak a Limes mentén, ugye a határ mentén hunokra utaló jelet, tehát mint zsoldosok, ők már korábban jöhettek Pannóniába a szarmatákkal együtt, ahol katonai szolgálatot láttak el. Egyébként ugye azt is tudni kell Pannóniáról, ugye a Dunántúról,
hogy ott már a negyedik századtól tömegesen telepednek be a szarmaták, hát jóformán már többségben, majdnem, hogy többségben jutottak Pannóniában, ezen kívül még számos helyre eljutottak, ugye elvitték őket katonának, úgyhogy a légiós névsorban találjuk meg a szarmaták neveit, így jutnak el Nagy-Britanniába, újabb most van egy könyv, hogy Írországba is jutottak a szkítákból, és Olasz és Itália északi részén is megtelepedtek. Tehát hatalmas nagy kirajzás volt, mind a Kaukázusból, mind pedig a Kárpát-medencéből. Tehát mit tudunk akkor tovább, hogy haladjunk a hunjaink felé, hogy innen elindulnak, de nem hagyják el ezt a területet teljesen, tehát azt mondják, ugye, hogy kiválasztanak embereket, egy kis kisebbség jön el jóformán, a többség itt marad. Tehát azért lényeges, hogy ne úgy képzeljük el ezeket a vándorlásokat, hogy kiürítik a területet, ott maradnak az Altájban is, ott maradnak Közép-Ázsiában is, itt maradnak a Kaukázus előterében, kelet-európai síkságon, mindenhol megtelepednek, és mindig egy kisebb réteg jön be a Kárpát-medencébe, tudván azt, hogy már ott élnek rokonnépek, ugye, akikre számítanak, tehát ezt a területet jól kikémlelik, hogy mire számíthatnak itt. És ugye mit csinálnak? Legyőzik a gótokat, hát nem volt egy nagy győzelem, hát nem voltak azonos katonai színvonalon a gótok és a hunok, egy csatába legyőzik őket, ugye a gótok elkezdenek özönleni Európában, hát mint egy ilyen modern migrációs hullámot indítva ezzel el. Az osztrogótoknak, meg bizonyos gótoknak volt annyi eszük idézőjelben, hogy behódolnak a hunoknak, alánok egy része a gótokkal megy nyugatra, a másik része behódol megint a hunoknak. Miért mondom azt, hogy volt annyi eszük? Mert akik a rómaiakhoz kéreckedtek be, azok nagyon rosszul jártak. Tehát azoknak iszonyú adóterhet kellett elviselni, a gyerekeiket, feleségeiket eladták rabszolgának, éhínség tombolt azokon a területeken, ahová ők betették a lábukat, és a rómaiak ugye semmiben nem támogatták őket, úgyhogy volt erről is egy dokumentumfilm, hogy a gótok rosszul jártak, hogy betelepedtek a római birodalomba, fel is lázadtak, és 378-ban elindultak Konstantinápoly felé, hogy megütközzenek a rómaiakkal. Mehetnénk még egy térképre, igen, itt van. Tehát fontos dolog. Akármelyik múzeumban megyünk, mit találunk, hogy a Kárpát-medence már a második, harmadik századtól tele van gót leletekkel. Ehhez képest, amikor a gótok az életükért küzdenek, menekülnek, ugye a hunok elől, akkor ugye itt az Aldunánál jönnek. Nem a Kárpát-medencébe mennek be, ahol az állítólagos rokonaik élnek, hanem elmennek a Balkánra, és bekéreckednek inkább a rómaiakhoz. Ki érti ezt, nem? Hát az lenne az alapvető dolog, hogy akkor megyek a rokonokhoz, és bekéreckedek. Hát igen ám, mert hogy ott nem gótok éltek, hanem szarmaták, meg alánok, csak szépen átnevezték őket gótoknak. Azért, hogy ugye valamennyire már a kellett valami, hogy mondjam, ősi múltat előbányászni, de ezt nem most találták ki, már a középkorban is hamisították a szövegeket, a szkítát átírták gótra. Csak nem tudták mindig pontosan átírni, úgyhogy néha benne maradtak hibák, innen kiderülhet a turpisság. Tehát eljönnek ide, Edirnénél megütköznek a rómaiakkal, az alánok segítik őket győzelemre. Miért fontos ez a dátum? Olyan káosz keletkezett itt a birodalomban, a rómaiban, a kelet-római birodalomban, a
Elesett a császár a csatában, nincs vezető. A gótok garázdálkodnak a Balkánon, rabolnak, pusztítanak, fosztogatnak, és ekkor előáll egy hispániai hadvezér, Theodosius, aki elkezd tárgyalni ugye a gótokkal, valamennyire meg tudja őket nyerni, és próbálja normalizálni a helyzetet. Közben azért a hunok is, ha már elindultak, ugye 375-ben legyőzik a gótokat, ugye állítólag 376-ban az Aldunánál vannak. Na ez az érdekes a történelem írásban, itt megszakad a tudósítás a hunokról. Nem tudjuk, hogy mit csinálnak, hát én ezt nagyon furcsának találom. Jön a világ legerősebb hadserege. Most nagyon csúnya példát mondok, jön a szovjet hadsereg mondjuk, ugye? Most milyen jó lett volna, megállt volna az Aldunánál, nem? 1944-ben. De hát ők nem úgy gondolkoztak, mint a történészek, hogy malmozzunk már egy kicsit, még 100 évet még beengednek minket a Kárpát-medencébe, hanem ha egy hadsereg elhatározza, hogy valamelyik területet elfoglalja, nincs ellenfele, általában elfoglalja. Hát ezek a tények. Akár tetszik egyes kutatóknak, akár nem, a hunok nem állnak meg, hanem jönnek tovább Európába. Ugye Pannonia céljuk, ezt látjuk. Nincs ellenfelük. Hová legjobb bejönni? Hát a Balkánra csak nem mennek, tiszta puskaporos hordó, mint általában. A gótok ott vannak, ott garázdálkodnak, de a Kárpát-medence nyugodt terület, ugye? Oda akarnak jönni, van ellenfél? Nincs. Ott vannak a rokon népek? Ott. Eljönnek, és szépen, ugye lassan, folyamatosan elérik a Duna vonalát. 378 vagy 79 körül van az, tehát 78, hát 78 és 79 között ugye elérik ide, elérnek ide a Duna vonalához. Nagyon jó az időzítés, ugye a római birodalom romokba hever, alig van ember, aki védje a limeszt. 375-től nem újítják meg a dunaparti erődítményeket, nincs ember, tehát szinte tárt kapuval várja őket a Duna vonala. Kiszámolva, hogyha 373-ban elindulnak, hát most, hogy a Dontól vagy a Dnyesztertől, hogy honnan, azt vitatott, valószínűleg a Dnyeszternél volt ugye az első nagy ütközet, a hunok és a római, vagy a gótok között. Ezt gondoljunk bele, 5-6 év alatt ide érnek szépen. A mongolok is sajnos 1241-ben ennyi idő alatt, ugye, tehát 36-ba indulnak a Volgától, 41-ben már itt vannak a Kárpátoknál. Tehát itt vannak a hunok. És itt történik ugye ez a híres ütközet, a Tárnakvölgyi csata, ami 379. november 17-én volt, az egyik tudósítás szerint, amit ugye visszaküldenek Konstantinápolyba. Hát mi állt a jelentésbe? Persze, hogy a rómaiak győztek. Hát senki nem akarta, hogy lefejezzék őket, hogy elvesztik az egész területet. És hát ez a csata nagyon tanulságos, és a leírása. Senki nem foglalkozott még ezzel. Ugye a magyarok nem írtak róla, ugye a külföldiek nem tudnak róla, mert hogyha mi nem propagáljuk, akkor más ország meg nem ismeri. Úgyhogy egy horvát történészt találtam, aki azt írta, hogy kellett lenni valami csatának a hunok és a rómaiak között, olyan nincsen, hogy a hunok csak úgy elfoglalják a Kárpát-medencét. És ekkor én elküldtem neki ezt a magyar krónikai tudósítást, és teljesen rendben találta, elfogadhatónak találta történetileg. Mondom, ő is kifejezetten történeti szemszögből nézte. Ugye itt ismerjük a helyszínt, tehát Aquincum felett kellett, hogy legyen, és Szikambria alatt. Az, hogy most hol van Szikambria, akány ember annyi félét mond, sajnos egyelőre nem tudjuk, nem tárult fel régészetileg, de valahol ugye Budapesttől északra a Dunakanyarba lehetett. Ugye van, aki legtöbben Budakalász, Pomáz környékét mondják,
van, aki Esztergom környékét, hát lehet, hogy olyan hatalmas város volt, hogy ugye több területet is lefedett. Minden esetre, ami lényeg, hogy a hunok megvetik a lábukat Pannóniába, tehát a Dunántúlon, honnan tudjuk, oda temetkeznek. Tehát nincs egy olyan nép se, amelyik ellenséges területre temetkezik, hogy utána az ősei csontját szétszórják. De ez nem volt még ugye teljes győzelem. A rómaiak elmenekülnek, és Bécstől keletre van egy Zeiselmauer nevű település. Ott van is egy római erőd. Állítólag ott volt a második ütközet, Cezumornál. Úgyhogy a hunok ott leverik őket. Legyőzik ezt a Theodosiust, aki egyébként nálunk Veronai Detre. Ez a név is érdekes, mert senki nem fejtette meg. A veronai azt jelenti, hogy győzedelmes, a detre, az azt jelenti, hogy tetrarka, vagy tetrikus, a római birodalom egynegyedének az uralkodója. Tehát őt legyőzik, valahol itt van ez a Cezumor, tehát Zeiselmauer, és megszerzik a Kárpát-medence feletti uralmat. De ez nem 420-ban volt, nem 433-ban, hanem 379-ben. Tehát előre kell hoznunk megint a hunok történetében az eseményeket. Honnan tudhatjuk azt, hogy a hunok megvetik a lábukat? Egyrészt panaszkodó versek vannak latinul, hogy a hunok már 370-es években itt vannak, ugye több ilyen levél születik, versek, elégiák, ugye a milánói püspök írja, legnagyobb költők írják, akiknek ugye a szavában csak nem kételkedünk. Megfigyelhetjük az eseményeket, hogy 380-as években a hunok már Nyugat-Európában hadakoznak. Miért? Mert ez a Theodosius császár, igaz, hogy legyőzték őt, de rájött, hogy jobb, hogyha szövetséget köt a hunokkal. Ez egyébként benne van a krónikánkban is, hogy megjelenik Veronai Detre, és ugye azt mondja, hogy kössenek szövetséget, és ugye nem ingyen persze, jó pénzért, ugye a hunoknak adót fizetnek a rómaiak, ez mindig is megmarad. Tehát rengeteg pénzt fizetnek a rómaiak, mind a kelet-római birodalom, mind a nyugat-római birodalom a hunoknak. Van egy érdekes dolog, amire tényleg senki nem hívta fel a figyelmet. Benne van a forrásokban. Mit kérnek a rómaiak? Hogy állomásozzon mindig egy hun csapat, egy hadtest a főváros környékén. Akkor ez ugye már Ravennában van. Most gondoljunk már bele, hogy mit jelent az, ha egy országban állandóan ott állomásoznak az idegen haderők. Hát mit? Az, hogy az állam nem független. Tehát a nyugat-római birodalom nem az, hogy valami nagy, hatalmas, fenséges és virágzó birodalom volt ekkor, hanem már romjaiba hevert. Ha a hunok nincsenek, nem adnak állandóan katonát nekik, akkor elvesztek volna már régen. Gondoljunk bele, 406-ban a vandálok támadásait Milánó mellett a hunok verik vissza. Tehát azért beszélnek most ugye olaszul, és nem valami gót nyelven Itáliában, mert a hunok megállítják, hogy a vandálok ne tudjanak betörni. Nagyon lényeges szempont. Theodosius császárnak az uralmát ők erősítik meg, tehát elég-elég sok mindent köszönhet Európa a hunoknak. És egyébként ők fékezik meg ezeket a rabló, fosztogató gótokat. Erről még régen egy oszlop is tanúskodott, sokáig Konstantinápolyban, majd ugye Isztambulba állt, csak egy földrengés ugye lerombolta, az aljazata megvan, illetve ugye az ábrák megvannak, hogy mik vannak rajta. Arkádius császár állítatta, ugyanis Uldin elkapta ezeket a zsoldosokat, ezeket a rabló gótokat, lefejeztette őket, és elküldte az uralkodónak, ugye, hogy tessék, itt vannak ezek a rabló gótok. Tehát rendet tettek a Balkánon is. Hát persze, aztán benyújtották a számlát, azt is tegyük hozzá.
Egyébként is ugye abból volt mindig az incidens, egyébként nem a hunok voltak a rablók és a fosztogatók, de a bizánciak, a keletrómaiak, vagy a nyugatrómaiak, ha nem fizették meg azért időbe az adót, akkor azért néha figyelmeztették is őket, hogy ugye betörtek egy kicsit, ott felégettek egy-két települést, hogy na, akkor most már épít az ideje, hogy befizessétek az adót. Ez így ment ugye a modern világba is, az ókorba is, ez azt hiszem egy egészen hétköznapi eset volt, de persze ugye mindez felnagyítva úgy került bele a krónikákba, hogy a hunok milyen barbárok. Az, hogy valaki ugye mit művel, tehát hogy az ellenfél mit tett, arról ugye kevés információ van. Nagyon lényeges kérdés kell tisztáznunk. Rengeteg helyen magyar szakirodalomban és olvassuk azt, hogy Attila túsz volt Ravennába. Na hát ezt senki ne higgy el, nincs erről semmi adat. Ez egy ilyen suttogó propaganda, amit a nyugat-európai kutatók találtak ki, azért, hogy Attilát valahogy lealacsonyítsák. Ez rengetegszer előfordul. Tehát miért a félvilág urának az utódját, vagy az örökösét nem fogják elküldeni fogság, hogy bármikor megöljék. Meg egyébként is túszt, mindig a gyengébb küld az erősebbnek, az erősebb nem küld semmit a gyengének. Hát legfeljebb fenyegetést, egy-két lovas csapatot aztán, hogy ott tegyenek rendet. Tehát Attila soha nem volt túsz, ellenben Écius, akit pannóniai származású volt, ugye őt ide küldik a hun udvarba, és ő meg is köszönheti ezt, hiszen ezek után ő a hun segítséggel tudott karriert építeni. Tehát mögötte mindig ott voltak a hunok. Ha eltávolították a tisztségéből, elszaladt ide a Kárpát-medencébe, kért hadsereget, visszament és visszahelyeztette magát. És akkor még a hunok is jól jártak, mert ugye azért kaptak egy kis ellátmányt, hogyha már elfáradtak odáig, akkor ne üres kézzel menjenek vissza. Most itt igen, emlegetem ezt a rengeteg adót, pénzt, de nehogy azt higgyük, mint ahogy a szakirodalomban is olvassuk, hogy ebből éltek volna a hunok. Tehát nekik megvolt a saját gazdaságuk, ugye megvolt az állattartás, földművelés, a Cambridge-i Egyetem kutatói nemrég vizsgálták meg a hun koponyákat. Érdekes módon ők találtak hun koponyát, nem úgy, mint a hazai régészek. És a fogaikat megvizsgálták, és ugye rájöttek, hogy vegyes táplálkozásuk volt, tehát fogyasztottak gabonát. Úgyhogy igenis, hogy termesztettek gabonát is, persze teljesen más módszerekkel esetleg, mint Nyugat-Európába, meg más gabonafajtát ettek, de teljesen egyértelmű, hogy kihasználták a lehetőséget, hogy olyan éghajlaton vannak, ahol tudnak mezőgazdasági tevékenységet folytatni. Tehát ezek, mondom, ezek a régi hiedelmek, ezek mind megcáfolásra kerülne. Egyébként, ugye amikor elfoglalják Pannóniát a hunok, akkor nem írtják ki a rómaiakat ám. Jó, néhányan természetesen elmenekülnek, hát ez mindenhol, azt hiszem minden háborúban így van, hogy van, aki visszamenekül Itáliába, nagyon sokan itt maradnak, és megtalálják a számításukat. Priscus Rétor találkozik is egy rómaival, vagy nem is göröggel, igen, aki fogságba esik, és rabszolga lesz az udvarnál. De mivel annyira tehetséges, annyira hűséges, ezért a legmagasabb rangra emelkedik, és ő mondja el azt, hogy a hun birodalomban nagyon jó élni, mert egyszerűek a törvények, mindenki, tehát igazságosak, ugye mindenkinek előtt van karrier lehetőség, tehát ez egy olyan, mint egy álomvilág ez a hun birodalom, hogy jó itt élni. Tehát ezért szerettek ide költözni még idegenek. Egyébként Szent István államába is ugye ugyanez volt.
szegény királyunkat is mindennek elmondják, hát ne is beszéljünk, ne is emlegessem, hogy milyen címekkel illetik. Egyébként érdemes elolvasni az intelmeit. Ő mondja azt, hogy például, hogy mennyire veszi át az idegen szokásokat, csak erre egy példa. Azt mondja, hogy egy görögöt se lehet latin módra kormányozni. Hát ugye, hát nálunk is ugye a magyarokat hogy kell kormányozni, hát ahogy az őseik tanították. Tehát ez a kép, ami Attilánál van, valahol megtaláljuk később az Árpád-házi királyoknál is. Ugyanaz a szellemiség megvan. Teljesen mindegy, hogy felvették-e a kereszténységet, vagy nem vették fel. Az ugyanis nem határozta meg az államszervezést, az egész szellemiséget. Tehát a vallási türelmet, stb. Azért ez még Európában mindig is mi ebben különcök voltak, hogy mi más alapokon szerveztük meg az államunkat. Hát milyen alapon? Hát hun alapon. Tehát még folytassuk egy picit itt a történelmet. Ugye olvasunk arról, hogy Aetius kinevezi Gallia kormányzójának, elmegy egyedül hadjáratra, elpáholják az ottani vizigótok. Erre már megint a hunoktól kér segítséget. 437-ben eljutnak a hunok Narbon városáig. Valahol itt van. Miért fontos ez? Majd később még visszatérek rá, hogy már itt majdnem eljutnak Hispániáig, gondoljunk bele. És a nyugatrómaiak úgy tartják meg Galliát, hogy a hunok segítenek nekik. Tehát mindig ezt találjuk, csak akkor sikerül nekik valamit elérni, ha a hun csapatok ott vannak mögötte. Közben ugye itt sajnos a hun király listát csak a képes krónika őrizte meg számunkra. A leírásokban viszont elkövettek egy nagy hibát, valószínűleg összetévesztették, ugye volt egy Etie nevű uralkodó, és volt Attila, akit Etelének írtak. És lehet, hogy a kettőt összekeverték, és ezért ugye ez az esemény sor, ami a két uralkodó között van, hát ez körülbelül olyan 30 év, ez majdnem, hogy kimaradt a krónikákból. Emiatt valószínűleg, hogy tehát nem ismerjük, hogy mi történik jóformán a hunokkal, mondjuk a 400 és ugye a 420 között. Ugye már Ruáról hallunk, aki a hunok fő királya. Igen, ez nagyon fontos. Basileosznak írják le a görög források, ami császárt jelent. Tehát nem csak az, hogy király, császár, olyan nagy rangja van, mint ugye a kelet-római uralkodónak. Tehát nem hadvezér, nem fejedelem, nem törzsfő, császár. Egyébként a magyar király címnek is valójában a császári rangja van. Gondoljunk bele, hogy a magyar király hány területnek és hány országnak is volt a királya. Tehát ez lényeges szempont. Az, hogy a rómaiak milyen címeket küldözgetnek Attilának, azt csak ők írták le. Hogy Attila mit csinált vele, nem tudhatjuk, az is lehet, hogy sutba dobta, hogy mi ez a levél, ő nem tudja. Tehát Attilát ne úgy képzeljük el, és az őseinket, ahogy próbálják velünk láttatni, hogy egy tutyi-mutyi muja alakok voltak, hanem a világ urát lássuk bennük, akik úgy is gondolkoztak, úgy is cselekedtek. Tehát én nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, amit emlegettem, ezt a mongolok titkos történetét, ahol Genghis Khan, ugye úgy Genghis Khanról megtudjuk, hogy viselkedett, ugye hogy gondolkozott bizonyos kérdésekről, és hogy milyen szigorú volt az alattvalóival, de aki viszont hűséges volt hozzá, az viszont nagy kegyben részesítette. De van egy könyv, a hunok legkorábbi története, megvan magyarul is, ha bár már régen adták ki, úgyhogy nem tudom mennyire elérhető. Na, abba pedig le van írva, hogy a hun uralkodók is hogy gondolkoztak. Érdemes ezeket elolvasni, és akkor egy kicsit úgy átértékeljük, hogy viselkedett egy uralkodó.
a mi krónikáinkban, amit leírnak Attiláról, az valahol, mintha a népmeséinkbe látnám, ugye, viszont, ugye, hogy aranytáljai vannak, minden aranyból készült, ugye, vannak ilyen népmesék, ahol ezt írják le, hogy hogy nézett ki a király udvara, meg hát eszünkbe juthat a Nagyszent Miklósi kincs is erről, amit ugye avarkorinak mondanak, viszont ugyanolyan jelenetek vannak, vannak ilyen állatküzdelmi jelenetek, mint az ázsiai hun szőnyegeken, nagyon lényeges. Nagyon fontos az, hogy van ott a győzedelmes fejedelem, nincsen rajta kengyel, a kengyelt ugye az avarok hozzák be, sőt, még ábrázol egy ilyen skalpolási jelenetet, hát nem a, tehát az egész embert rajzolja, hogy ugye vonszolja maga után, ez pedig a hunokra volt jellemző, meg a szkítákra, ugye, hogy most én is kiműveltem magamat a egyik hőseposzból, amelyik állítólag a hunok idején íródott, az a neve, hogy Dzsangar, és mai napig éneklik az Altájban. És ott ugye elmagyarázzák, hogy ugye összegyűjtötték a fejeket, amiket levágtak, mert azután kaptak jutalmat. Hát vagy megskalpolták őket, ez ugyanígy van a szkítáknál is, és akkor ugye mindenki beszolgáltatta, hogy akkor ennyi és ennyi embert tudott legyőzni, és ezután megkapták ugye a jutalmat, zsákmányt. Ne gondoljuk egyébként még itt a háborúkra is visszatérve, minden háború ugyanilyen. Az, hogy most ez a hunokkal kapcsolatos, a másik nép is ugyanilyet csinált, vagy még szörnyűségesebben. Tehát nincs olyan, hogy kegyes háború, meg jó háború, meg gonoszok háborúja. Háború mindenhol szerintem ugyanolyan. Na tehát érdekes, hogy ugye a hunoknak ez a, hát ezt a területet szokták rajzolni, de hát ennél sokkal nagyobb kiterjedésű. Nem is tudjuk pontosan, milyen nagy terjedelem volt Attilának a birodalma. Tehát vannak olyan korszakok, amiket nem nagyon tudunk. Ruhától kezdve viszont ugye Attila haláláig elég jól követhetők az események. Tehát Attiláról ugye, hát keveset jegyeztek fel sajnos a mi krónikáink, lehet, hogy kimaradt belőle néhány részlet, néhányat érdemes tisztázni. Tehát ugye itt is a hunoknál olyan rendszer lehetett, mint az Árpád korban a dukátus. Tehát ugye Buda a testvére kapta a Tiszától Donig terjedő területet, ugye ő volt, addig még Attilának nem voltak nagykorú fiai, ő kapta meg ezt a területet. Nem igaz az, hogy Attila megölte Budát. Tudom, hogy ez minden forrásban szerepel, viszont Priscos Rétor a tanú arra, hogy nem ölhette meg Budát. Miért? Mikor Priscos Rétor bemenekül egy vihar elől egy udvarházba, kiderül, hogy Buda özvegyéjé, aki a legnagyobb kényelembe él ott. Na már most ne a 21. századból induljunk ki, amikor mindenkinek megkegyelmeznek, ugye, ha valaki az uralkodó ellen vétett, vagy meg akarta ölni, vagy fellázadt ellene, nem csak őt ölték meg, hanem kiirtották az egész családját. Tehát a férfiakat mindenképpen, a fiúkat is, a nőket és az asszonyokat, a lánygyermekeket meg eladták rabszolgának. Ez volt a kollektív büntetés, így mindenki elgondolkozhatott, hogy ki mer fellázadni az uralkodó ellen, és ez még Károly Róbert idején is működött. Zács Felicián családját ugyanígy kiirtották, és még lehet, hogy nem leszek most népszerű, de mikor jön ez, hogy a Koppány utódja ki meg mi, hát Koppánynak nem maradtak utódai. Tehát azt elfelejthetjük, hogy neki valamilyen utóda meg is maradt. Fiú semmiképpen, de szerintem a lányait is mind kivégezték. Tehát aki fellázad az uralkodó ellen, ennek ez a büntetése. Rendkívül kegyetlen volt, de valahogy ugye mégis rendet kellett tartani. Nem voltak még jogvédők akkoriban. Na, tehát akkor térjünk még vissza ide Attilára.
Mit csinál ugye Attila, tehát a testvérét megjutalmazza, Buda valószínűleg harcokba hal meg a déli határnál, ugye amikor a kelet-római birodalommal harcol, tehát semmiképpen nem Attila öli meg. Ugye Attila felemeli az adót, amit kell fizetni a kelet-római birodalomnak, a nyugat-római birodalommal pedig 451-be szakít. Tehát akkor mondta azt, hogy ő most már többet nem támogatja őket, hát valószínűleg elege volt abból, hogy ő tartsa el, vagy ő neki kell mindig kisegíteni a nyugat-római birodalmat. Ekkor jön egy kérés feléje a vandáloktól, akik ugye Hispániában laknak, oda menekültek, tehát nem tudtak bemenni Itáliába, 406 körül, tovább mentek, eljutnak Hispániába. Ott a mai napig is ugye Andalúzia, Vandalúzia őrzi a nevüket. Ők az alánokkal együtt mennek egyébként oda. És megkérik Attilát, hogy tegye rendet Hispániába. Na most gondoljuk el, akkor legalább odáig tartott Attila uralma, hát általában a szomszédtól szoktak segítséget kérni. Tehát Attila közben, ahogy érlelődik ez a szövetség, ugye Hispániával, Honória, az uralkodó testvére tesz egy felelőtlen ajánlatot Attilának, elküldi a gyűrűjét, hogy vegye őt feleségül, mert hogy nem érzi ott jól magát a Itáliában. Hát Attilának persze van elég felesége, de hát ezt az alkalmat azért csak kihasználja, és mindjárt mit követel? Hát ez mint a népmesékben, a fele királyságot, tehát a római birodalom felét követeli, és ha nem adják, akkor ő elveszi. Hát el is vette, elindult ugye a katalaunumi ütközetbe. Ne zavarjon meg senkit, hogy ez a katalaunumi név esetleg későbbi. A lényeg, hogy ez az egész történet valahol Hispánia környékén kell, hogy történjen. A katalaunum név pedig honnan származik? A gót alánból, tehát ez a mai katalán terület, és a katalánok nem csak mai Spanyolországban éltek, hanem Dél-Franciaországban is. Csak a franciák elvették ezt a területet tőlük. Miért mondtam ezt a Narbont, ugye? Tehát azt feltételezik, hogy valahol itt Észak-Franciaországban volt ez a katalaunumi csata. Csak hogy az egy rendkívül egyszerű sík terület. Jordán ez pedig magaslatokról ír. Ő az, és a magyar krónikák, ez a két forrás, amelyik beszámol a csatáról. Hát magaslatok hol vannak? Hát a Pireneusok közelében, ahol, amit leír a magyar krónika is, hogy a Rón torkolat mellett már nem messze volt a csatamező. Narbonba járnak a hunok 437-ben, egy győztes csatát vívnak ott. Hát akkor mi nem egyszerűbb a környéken keresgélni, ugye ahol már egyszer győztek, ismerik a terepet, szívesen mennek oda. Illetve van Toulouse városa, ugye, az pedig szerepel a krónikába, a gótok oda menekülnek vissza. Ez egy rendkívül összetett és direkt, homályosan leírt ütközet. A mai történészek is ugye mindig azt akarják bebizonyítani, hogy Attila vesztett Katalaunumnál, most már ott tartanak, hogy lehet, hogy döntetlen volt. De ha veszt Attila, vagy döntetlen, nincs döntetlen a szerintem, én nem vagyok hadtörténész, de általában addig küzdenek, míg valaki nem győz. Na, mindegy. Ha Attila veszít, hogy jött volna vissza onnan? Akkor úgy jár, mint Napóleon, száműzik, ugye, és akkor soha többé nem tér vissza. Ráadásul a leírások arra utalnak, hogy a gótok menekülnek el, a gótoknak hal meg az uralkodója a csatába, leírják, hogy ott össze-vissza bolyonganak éjszak, azt se tudják, hogy hol vannak, utána pedig elmenekülnek, és Attila pedig ugye azt hiszi, hogy be akarják őt csapni, törbe csalják, hogy eltűnt innen mindenki, ő még várta volna, hogy még esetleg lesz egy ütközet, tehát esetleg abban igazuk van a történészeknek, hogy nem egy teljes győzelem volt, tehát vártak arra, hogy lesz még egy másik ütközet másnap. De hát Écius elvonult, a gótok elmenekültek, és kimaradt a csatatéren, hát a győztes Attila.
Egyébként, amit leír Jordánes, hogy a gótok ebben milyen ügyesek voltak, meg abban milyen ügyesek voltak, meg hogy a hunoktól megszereztek ilyen magaslatot, meg olyan jó helyet. Na hát erre pedig azt tudom mondani, hogy van egy kínai szerző, mindenkinek ajánlom, Sun Tzu nevét, vagy Sun Tse, így magyarosan, le is van fordítva a műve. Én ezt elolvastam, és akkor jutott eszembe, hogy hát ezt a katalaunumi csatára milyen jó lehet alkalmazni, amit ő leír. És azt írja, hogy a legjobb csel, hogy úgy tenni, mintha egy rossz helyet meg akarnánk szerezni, és az ellenség megszerzi, azzal mi milyen jól járunk. Tehát az mind bevették a hunok cselét a gótok, tehát nem előnyt szereztek maguknak, hanem még rosszabbul jártak. És az egész 451-es hadjára tehát elindul, ugye erre jön itt Svájc peremén, eljönnek ide, visszafordulnak, elmennek egészen Galliáig, itt behódoltatják a városokat, elmennek ugye Türingiába, és úgy vissza Szikambriába. Tehát egy hatalmas nagy kört tesznek meg. Egyetlen egy ember nincs, aki lázadozna Attila ellen, mindenki behódol. De az ilyen szamárságokat, mint hogy Párizsba, mit tudom én, Szent Genovea, vagy hogy ő ott imádkozik, és akkor a hunok elvonulnak. Hát Párizs akkor egy falu volt, nem volt stratégiai jelentősége. Attila nem kockáztatta volna ezért a katonái életét. Tehát ezek mind későbbi mesék, amiket kitaláltak. Ugye ebből azt hiszem semmi nem igaz. Az viszont igaz, hogy a merovingok ősei, azok nem csatlakoztak a katalaunumi csatához, ezért Attila elfogja őket, és fogságba veti, Türingiába vannak addig, amíg ő hát még él. Tehát nem engedi el őket, mert hűtlenek voltak. Csak ennyit azért a merovingokhoz, akik egyébként, hogy milyen nagy birodalmat hoztak létre, hát amit tanultak, azt a hunoktól tanulták. Na, mit is akartam? Ja, Türingiát ne felejtsük el. Ugye Szent Erzsébetről híres számunkra, meg arról is, hogy az ottani gótok valószínűleg annyira hűségesek voltak Attilához, hogy elkapták azt a jogot, hogy hun asszonyokat vegyenek feleségül. Tehát valószínűleg ez a kapcsolat ilyen régről származik már. Attila nem az, hogy vesztett a háborúban, ugye, nem, hogy elbukta a csatát, hová megy következő évbe? Itáliába. Ugye? Nagyon érdekes, hogy egy vesztes hadvezér hogy ment volna Itáliába. Feltűnt valakinek, hogy tovább nem halljuk Écius nevét? Ugye? Hol találkozunk Itáliába Éciusszal? Sehol. Miért? Mert kivégezték. És miért? Mert elvesztette a katalónumi ütközetet. Tehát nem azért végzik ki, hogy megnyerte, hát általában ugye egy ilyen nagy veszteséget, ugyanis ezzel elvesztették a hispániai kikötőjüket a rómaiak. Ez volt az utolsó támaszpontjuk, és ezért Éciuszt kivégzik. Attila ugye Aquileia kivételével megint szabadon járkál Itáliában. Aquileának a leírása két szempontból fontos. Az egyik, ugye mindig azt mondják, hogy mert a Jordánesznél is szerepel. Igen, szerepel bizonyos része. Bizonyos része, meg hol szerepel még? A kínai krónikákban. Gondoljunk bele. Tehát az, amikor a gólya elköltözteti a kölykeit a nádasba, mert tudja, hogy ugye el fog veszni a város, ez a történet megvan ott a Sejem útnál, ott mutattam, hogy az ujgur területeken. Na, hát ugyanott körülbelül egy időben Attilával történik egy ostrom, a hunok beveszik Kocsó városát, és ott pedig az arany Buddha szobrok repülnek ki a városból, mert tudják, hogy a hunok hamarosan beveszik a várost. Ez az egyik hasonlóság. Még érdekesebb a másik. Amikor ugye ez a nyerek felhalmozás volt, ugye, hogy a hunok kitalálták, hogy úgy fogják megolvasztani a városfalakat, hogy felhalmoznak nyergeket.
És meggyújtják, és akkor így kinyílik a városfal. 600 évvel korábban Észak-Kínában Datong városát ugyanígy vették be a hunok. Tehát ezek nem lehetnek véletlenek. Itt nem mondja nekem valaki, hogy elment valaki Kínába, és akkor ezeket összeszedte, és akkor beírta a magyar krónikákban. Tehát ilyenek nincsenek. Ezek nagyon ősi taktikák voltak a hunok életében. Ugye ide tartozik az, hogy hunok besétálnak a császári palotában, ami már akkor Milánóba volt. Hát mindenki elmenekült, nem várta meg, hogy Attila oda bevonuljon. És Attila talált egy freskót, ahol ugye a római uralkodó úgy festette meg, hogy az ő lába előtt hevernek a szkíták, és Attila felháborodott, és átfestettette az egész jelenetet, hogy ő ül a trónon, és a római császár hódol előtte. Sajnos nem láthatjuk, mert ma már csak romok vannak a uralkodói palotából, de Jordánes megemlítette nekünk ezt a történetet. Ugye ismerjük a pápával való találkozás történetét, ami hát nem így valósult meg, elképzelhető, hogy találkoztak valahol, valami békeküldöttségben, amikor felajánlják ugye az adót Itália városai Attilának, hogy mindig fizetik, amíg élni fog. Elképzelhető, hogy ott volt a pápa, de hogy ő nem fenyegette meg Attilát, meg az angyal se, na hát ez is biztos. Ez egy későbbi katolikus betoldás, ugye ezt találta ki az egyház, hogy az ő még olyan hatalmas, hogy még Attilától is meg tudja védeni a híveit. Hát a Nyugat-Európában mai napig Attilától rettegnek, félve ejtik ki a nevét. Tehát volt, mikor engem is kérdeztek, hogy Attila, hogy mivel foglalkozom, és akkor hiába mondtam, hogy a hunokkal, kicsit félreérthető, mert a kínaiakat is Hannak mondják, meg ugye a Hans, ugye a Hun, hát nem értették, mondtam neki, hogy Attila, és úgy összerezzennek néha, hogy Attilával foglalkozni, hát milyen dolog ez. Hát, tehát nekik félelmet ébreszt, bennünk ugye a mi jó királyunknak a képe él. Egyébként arról, hogy vajon mikor lett ilyen szörnyűséges vadállat a nyugati hagyományban, nekem van egy olyan megérzésem, hogy a normannok terjesztették el ezt a kultuszt, akik ugye Skandináviából jönnek, elfoglalják Európa nagy részét, ugye királyságokat alapítanak, hiszen az ő történeteikben Attila egy ilyen véres kezű, aki emberi húst teszik, stb. Megöl mindenkit, hát érdemes bele olvasni ezekbe a horror történetekbe. Tehát innen keletkezhetett ez a rendkívül negatív Attila kép, illetve ugye az egyház is terjesztette ezt. Ha már itt szóba került Skandinávia. Gondoljunk bele, hogy mit tartalmaznak a magyar krónikák. Az, hogy Attilának egy nagyon jó hírközlő rendszere volt. Ugye elért Dániáig, ugye ő ugyanis állítólag Dánia ura is volt, és egy norvég régésznő kimutatta egyébként, hogy a Hun birodalom elért Dél-Skandináviáig Attila idejében. Tehát ezek hasonlóan működött, ez az egész hírközlő rendszer, mint Belső Ázsiában a hunok idején. Sőt, ez a rendszer megvolt a mongol birodalomban, és működött, bizonyos eleme megvolt az Árpád-korban. Tehát ezeknek a részleteit, elemeit én is nagyon alaposan kikutattam, de tényleg döbbenetes, hogy ez megmarad a magyar krónikában, és egyetlen egy ember nem figyel fel erre, hogy ez mennyire szintén fontos lenne a mi történelmünk szempontjából. Ellentétben ugye a propagandát, ugye hol a pápával való találkozást, hogy azt, hogy Attilát vajon kiölte meg, ugye ez a következő kérdés, ez rendkívül sokat szerepel a leírásokban. Hát mintha meg lehetne ölni egy ilyen uralkodót csak olyan egyszerűen, ugye, hogy bárki besétál, és akkor megmérgezi, vagy akár a felesége is megmérgezheti.
Nagyon szép elméletek, de már megint Genghis Khanra hivatkozom, de hát nála rengeteg adat van. Tehát le van írva, hogy a testőröknek hogy kell váltani egymást, oda senki, még egy lét se teheti be a lábát. Tehát az uralkodót nem lehet olyan könnyen megközelíteni, főleg éjszaka nem. De a testőröknek ugye kellett vigyázni az étkezésre, az, hogy meg nem érgezze valaki, tehát ez nagyon-nagyon szigorúan ellenőrizve volt. Nem beszélve ugye a kémhálózatról, az is működött, ez is egy ősi mesterség. Gondoljunk bele, hogy Priscos rétorék is ugye egy olyan céllal is érkeznek, hogy valakit felbéreljenek, hogy Attilát öljék meg. De még el sem érkeztek Attilához, már kitudódott ez. Tehát nagyon jól működött azért a kémkedés ugye Attila udvarában, tehát mindenről tudomást szereztek. Tehát külső ember nem nagyon tudott bejutni. Következő, akkor ugye rákenték a feleségére, Ildikóra, akiről viszont a Tarihi Üngrűsz nagyon fontos adatot közölt. Tehát, hogy ez a lány, ez nem akárki volt, Attila leghűségesebb emberének a lánya volt, akit Attila azért vett magához, mert árván maradt, és ezzel szerette volna megvédeni őt. Tehát nem az, hogy most neki nem volt jobb dolga, hanem ugye a lányokat, asszonyokat régen is, még ma is, ugye házasság révén lehet legjobban megvédeni, illetve ugye örökbefogadás ez a két lehetőség, hát Attila a házasságot választotta. Másik érdekes, hogy miért írja Mikoltnak a képes krónika, hogy ezt a lányt úgy hívták. Hát ki volt Mikolt, ugye Bibliából ismert, Dávid király felesége, Saul király lánya. És ez a lány, ugye Mikolt, ezért kapja ezt a nevet, az apja ellenébe megvédi a férjét. Tehát ez arra utal, hogy hűséges volt Attilához. Valószínűleg ugye pletykák már terjedtek mindig is, hogy biztos az asszony mérgezte meg, és ezért ugye a krónikások valahogy becsempészték ezt az elemet. Mi lehet Attilának a halálának az oka? Hát valamilyen járványos megbetegedés. Hát nézzük meg, 2 évig úton volt, elmegy Katalaunumba, elmegy Itáliába, akármilyen betegséget összeszedhet az úton. Hát nézzük meg, gondoljunk bele a legnagyobb török verőnket, Hunyadi János, megnyeri a nándorfehérvári diadalt, utána meghal járványban. Ott van Nagy Sándor, Alexandrosz Babilonba, meghal járványba. Genghis Khan járványba hal meg. Szulejmán itt hagyja a fogát Szigetvárnál, ugye őt is elkapja valami betegség, már nem volt fiatal. Tehát sokkal valószínűbb, hogy valamiféle betegségbe hal meg Attila, mintsem, hogy valaki megöli, de hát ez azért terjed el ugye a nyugati köztudatba, hogy ezzel is bemutassák, hogy Attilát bármikor meg lehet ölni. Hát megint ez, hogy már megint nyomjuk le Attila hírnevét. És Attilának az volt nem is az, hogy meghal, hanem hogy nem hagyott kijelölt trónörököst maga után, ezért van a nagy ütközet ugye halála után, és hát hiába bízta meg, hogy Csaba királyfi legyen az utódja, de ugye más jelentkezők is voltak, ugyanúgy, mint az Árpád-házi uralkodóknál. Nem volt egységesített trónöröklési rend, hanem mindenki a legalkalmasabbnak gondolta magát. Ugye ez volt az elf, hogy aki a legjobban ért az uralkodáshoz, a katonasághoz, legyen az az uralkodó. De hát mindenki ugye mit gondol saját magáról? Hát én vagyok a legjobb, a legalkalmasabb. Na ebből van általában az a rengeteg trónviszály, ezért szakadtak szét ezek a nagy birodalmak az állandó testvérviszály miatt. Igen ám, csak hogy nem gondolhatjuk azt, hogy a hunok hirtelen eltűntek, mint ahogy az akadémikusaink szeretnék őket eltüntetni, és még ilyen szamárságokat is mondanak, hogy és azért nincsenek hun sírok, mert hogy a gótok felásták őket és kidobálták.
Hát a hunok titokban temetkeztek, tehát még véletlenül se árulták el másoknak, hogy hol van az a sír. Ezt megfigyelhetjük az ázsiai vidéken, kelet-európai síkságon, tehát ez nem volt annyira nyilvánvaló, hogy hová temetkeznek. Meg miért is csinálták volna ezt? Hát mindet amúgy se tudták volna megsemmisíteni, de hát mondom, szép elméletek mindig születnek az íróasztal mögül. Mi történik 453 után? Ugye ez egy fő kérdés. Az történik, hogy a hunoknál is bekövetkezik egy Trianon, fogalmazzunk így. Szétszakad a hun birodalom. Ez a terület itt a Dunán, ahol a régi római birodalmi területek vannak, ezeket akarják megszerezni a gótok maguknak. Ők ugyanis alkalmatlanok arra, hogy egy nagy birodalomat alkossanak, Attila nyomába se érnek, viszont itt kaphatnak egy kis pénzt, hogyha őrzik a római birodalom határát. Tehát ezt a területet szerzik meg maguknak. A gepidák itt vannak, a Dunától délre, a gótok pedig ezt a területet itt a Dunán túlt, de itt is maradnak hunok. Nagyon fontos. Jordán ezt írja le, a legfontosabb forrásuk az akadémikusoknak. És mi van a Dunától keletre? Hát arról nem írnak, azt írják, hogy szarmaták élnek ott. Ugye, hogyha ott nem telepednek meg a gótok, akkor miért ne élhetnének ott hunok is, ugye? És van egy lényeges terület, ugye Erdély területe. Azt találták ki a kedves történészeink, ugye, hogy ez a terület ugye régen dácsia volt, ugye még a római időben. És hogy a gótok vagy a gepidák ezt szerzik meg. Csak arról nem értesültek, hogy 280-ban kiürítik ezt a tartományt, ezeket a lakosokat ide a délvidékre áttelepítik, ugyanazt a tartomány nevet adják ennek a délvidéknek, hogy Dácsia, és ezt szerzik meg a gepidák. Tehát ők nem Erdélybe vannak, hanem a délvidéken. Erről árulkodik, hogy a fővárosuk Sirmium, Száva, Szent Demeter. Tehát nem Kolozsvár, meg Gyulafehérvár, hanem itt vannak lent, itt valahol a délvidéken. Tehát akkor mit mondhatunk? Hát akkor Erdélyben is élhetnek hunok, sőt, akkor a székelyeknek a hagyománya igenis, hogy igaz. Tehát ha oda nem jön be idegen hatalom, akkor kik élnek ott? Hát akik már éltek, ugye? Tehát ez ilyen egyszerű, csak látjuk, megpróbáltak fiktív birodalmakat létrehozni. Egyébként még elmondanám, hogy nálunk ugye annyira heveskednek, hogy az ellen, hogy a székelyek ugye hunok utódai, érdekes módon a románok már elismerik. Tehát azt mondta az egyik régész nekem, hogy hát igen, kevés a régészeti bizonyíték még, de ők nem látják ezt, hogy mondjam, tehát nem tiltakoznak ellen, elfogadják. Na mondom, ezt hallaná itt valamelyik nálunk, mindjárt rosszul lenne. Na, tehát mit tudunk meg? Tehát az, hogy a Dunától inneni terület, az továbbra is a hunok kezében marad. Mit mondtam az előadáson? Hogy itt maradtak a hunok, itt is itt maradtak a hunok, ugye? Innen nem tűnnek el, sőt, Csaba királyfiék visszatérnek erre a területre, és ugye itt építik ki a bázisukat, úgy, hogyha majd megerősödnek, ugye visszajönnek és visszafoglalják a területet. Ez be is következik egyébként. Mit tudunk Csaba királyfiról? Az, hogy visszamegy ugye Bendegúzhoz, és hogy Korozmiából vesz feleséget magának. Ugye ez a mai, itt a Kaszp és az Araltó közti terület. A fehér hunok szállás területe. Ott akkoriban a fehér hunok éltek. Tehát onnan vesz magának feleséget, ugye egy jó szövetségest keres. Születik két fia, Ed és Edemén. Ugye azt mondják, hogy Ed a korozmiaiak népes társaságával visszatér Panóniába.
Hát ők a zavarok. Tehát mikor azt mondják, hogy a zavarok miért nem szerepelnek a krónikákban, hát a képes krónikában szerepelnek. És mondom, a korozmiai, akik nem mások, mint a fehér hunok. Na, de még ez meg már teljes mértékben érint itt a környék történetét is. Kik származnak Csaba királyfitől még? Hát az Aba nemzetség. Tehát ugye, akik itt ugye Észak-Magyarországon uralkodnak, nézzük meg a címereiket, hasonló az Árpádokéhoz, ők is a Turult használhatják. Ez azért, mert rokonok az Árpádokéval, Árpádokkal rokonok, és ők, tehát itt az északiek, ez abák, Aba nemzetséghez tartozó népek, és ugye, mint a palócok, főleg a barkók, akik meg itt Ósz környékén vannak, hát azoknak semmi köze se a kabarokhoz, se a hunokhoz, ők hunok, Csaba királyfi népe. A barkóknak vannak egyébként rokonai belső Ázsiában, úgy hívják őket, hogy barag. Tehát ezt az egyik professzor, mongol professzor annyira fellelkesült, hogy azt mondta, hogy ő meg akarja látogatni a barkókat, mert hogy jön a rokon látogatásra. Tehát igen, nagyon sok név, ugye törzsnév, meg helynév megvan szintén, akár Kaukázusban, akár belső Ázsiában. Hát itt, mint például Susa, ami itt van Ósz mellett, a Kaukázus egyik virágzó városa volt, még a karabahi háborúban ugye tönkre nem ment. Egyébként az azerbajdzsáni könyvemben egyébként pont Susának a képe látható. Mivel már kevés az időnk, már csak egy dolgot mesélnék el. Tehát ide visszatér Csaba, ugye az avarok bejönnek, és ugye visszaveszik Attila államát, ezek után pedig kijön, akit ismerünk, Árpád. És a Gesta Hungarorumba leírtak alapján azt mondja, hogy én Attila örököse vagyok, ez a föld engem illet. A Gesta Hungarorumot is mindenki olvassa szorgalmasan, fent van az interneten is, meg a képes krónika is. Úgyhogy, tehát Árpádék innen jönnek. Honnan jönnek? Hogy hívják ezt a területet? Hát úgy, hogy Hungária. Milyen érdekes, ugye? Onogúria, Hungária, tehát innen jönnek. És a Kaukázusban továbbra is a hunok maradnak, semmilyen új nép nem jött, se türkök, se bolgárok. Hát a bolgárok ugyan itt vannak, de hun fennhatóság alatt élnek. Tehát ezt nagyon fontos kiemelni, hogy ez az egész térség, ez az eurázsiai térség számunkra meghatározó jelentőségű. Mindenhol találunk adatokat. Még gyorsan néhány képet, csak hogy gyönyörködjünk itt őseinkbe. Az a lényeg, az a jó nekünk, elmegyünk egy magyar múzeumban, megnézzük a szkíta, hun, avar tárgyakat, elmegyünk Kínába, hasonlókat találunk. Sőt, van, ahol azt se tudjuk, hogy melyik a magyar, melyik a hun. És amit én még kiemelnék, az, hogy ugye nem csak mi tanulunk keletről, hanem a keletiek is tanulnak tőlünk. Tehát ezért fontos az, hogy mi ismerjük a múltunkat, mert csak úgy tudjuk megmutatni a világnak, hogy kik vagyunk, ha saját magunk is tisztában vagyunk az értékeikkel, és azért mindenkinek azt ajánlom, ha a magyar őstörténettel akarnak foglalkozni, akármilyen szinten is, akkor ajánlanám a krónikáinkat, ajánlom a népmeséket, népköltészetet, ezeket a régi ősi kincseinket. Ha valaki ezeket végigolvassa, hát ez se könnyű olvasmány, de akkor azt hiszem, hogy egy olyan szilárd alapot kap, és egy olyan szép egységet kap, amit a tudományos szakirodalomból soha nem kap. Bevallom őszintén, én se tudtam soha megérteni, hogy mit írnak le a történészek. Nem azért, mert nem tudom olvasni, hanem annyira egymásnak ellentmondó tényeket írtak le. De mikor a krónikák alapján és a magyar hagyomány alapján próbáltam ezt értelmezni, akkor minden
minden összeállt. Olyan szép kerek egész lett a mi őstörténetünk, a mi múltunk, hogy azt hiszem, hogy ha ezt valaki más is így átéli ezeknek a műveknek az elolvasása után, akkor azt hiszem, hogy ugye egyrészt mi is megtanuljuk, másrészt pedig továbbadjuk az utódainknak, és akkor nem ezt a fals történelmet kell nekik tanulni. Még végezetül azért egy kis képet még. Itt vannak a mi őseink Darutollas kalapba, a Tallinn medencébe. Tehát rengeteg kérdés, rengeteg, hogy mondjam, mondandónk lehetne ebbe a témába, hiszen szerteágazó, hiszen látjuk, hogy 5000 év történelméről van szó, ha a hunokat emlegetjük, és területileg is rengeteg, hatalmas, több 10000 kilométer, ezt már csak a fantáziájára bízom mindenkinek, hogy hogy tudja ezt feldolgozni, hogy ezt az ókorban valaki meg tudta csinálni, hogy ilyen egységes civilizációt alkotott, ami még mai napig is megvan a különböző népekben. És ezek annyira ősi nyomok, akár nyelvileg, történetileg, hogy ezek teljes bizonyítékai a mi rokoni kapcsolatainknak és a hunokhoz való kötődésünknek. És köszönöm szépen a figyelmüket!